Változatlan formában működik márciusig a központi orvosi ügyelet. Külön díjat kapott Párizsban a Parapar projekt. Lakossági fórum lett a közmeghallgatásból. Eredményes volt az értéktárbizottság munkája. Mézes napok szabadszálláson. Bőkező volt a Mikulás. Adventi gyertyagyújtások a főtéren. Az idei évben Szabadszállásváros önkormányzata az ügyeleti ellátás tekintetében válaszút elé került. Az ügyeleti szolgálatot korábban ellátó, az ellátott területen élő háziorvosok egységesen írásban felmondták a további ügyeleti ellátásban való részvételüket. Így önkormányzatunk is a más településeken már korábban bevezetett külső cégen keresztül történő központi orvosi ügyeleti ellátást kényszerült megszervezni. Önkormányzatunk a Morro Medical ZRT-vel kötött megállapodást a lakosság ellátása érdekében. Miután az ERT Kunszent Miklóson hasonló feladatot lát el, így a működtető bizonyos feladatok összevonását határozta el. Ehhez Kunszent Miklós város hozzájárulását kértük, melyet havi 100 000 forint megfizetéséhez kötött. Szabadszállásváros teljesítette Kunszent Miklós kérését, aki ennek ellenére 2016. december 2-án megtartott képviselőtestületi ülésén úgy döntött, hogy 2017. március 1. napjától nem járul hozzá az ügyelet közös működtetéséhez. A Morro Medical ZRT vezetése tárgyalásokat folytat a 2017. március 1-e utáni központi orvosi ügyeleti ellátás formájáról. De az ERT biztosította az önkormányzatot arról, hogy a közöttünk lévő szerződés értelmében 2017 évben is folyamatosan biztosítani fogja az ügyeleti ellátást. Közmeghallgatást hirdetett Szabadszállásváros önkormányzatának képviselőtestülete november utolsó napjára. A közmeghallgatásból lakossági fórum lett, mivel hiányoztak a városvezetői. Dr. Várdi Zoltán polgármester kórházban volt, emiatt nem tudott jelen lenni, új Lakiné Bence Ildikó alpolgármester pedig egy héttel korábban jelezte távolmaradását. A fórum résztvevői ennek ellenére nem fogarkodtak a kérdésekben. Többen nehezményezték, hogy a település egyik háziorvosa nem megfelelő hangnemben kezeli a betegeket, hivatásához méltatlanul viselkedik velük. Mások arra kértek választ, hogy miként alakul a központi ügyeleti ellátás a Kunszent Miklós és Szabadszállás közötti megállapodás megszűnése után. A képviselők a kérdésekre válaszolva elmondták, a Morrof Medical ZRT vezetése biztosította Szabadszállás város önkormányzatát a szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítéséről, vagyis 2017. január 1-e után is folyamatos lesz a központi orvosi ügyeleti ellátás. Az egyik helyi gazdálkodó nehezményezte, hogy a vadászok terepjárói tönkreteszik a Határdüllő nevű külterületi földutat. A válaszból kiderült, a város egy útjavító gép beszerzésére nyújt be pályázatot. Az eszköz megléte után a problémát orvosolni fogják. A fórumon szóba került az is, hogy milyen alapon vesznek részt a közmunkások a helyi temető takarításában. Holcman Mihály, a református egyház gondnoka, a kérdésre válaszolva elmondta, az önkormányzat évi 1 millió forinttal járul hozzá a temető fenntartási költségeihez, mely feladatot a helyi református egyház látja. Mivel az összeg nem elegendő a kiadásokra, a város dologi segítséget nyújt az egyháznak. A lakossági fórum után tervezett képviselőtestületi ülést sem tartották meg. Az önkormányzat működési szabályzata szerint a polgármester és az alpolgármester távolléte esetén az ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke vezetheti le a testületi ülést, csak hogy a bizottság elnöke Darabos József sem volt jelen. Értelmi sérült fiatalok munkáiból nyílt kiállítás és jótékonysági vásár december 10-én a Strázsatanyán. A közszemléletet alkotások az értelmi sérülteket szolgáló Társadalmi Szervezetek Országos Szövetség Ernyő Szervezet egyesületeitől, egyebek mellett Piris Csabáról, Gömörről, Vésztőről, Nyíregyházáról érkeztek. Az ÉTA Országos Szövetség egy olyan nagy Ernyő Szervezet, amelyiknek több mint 50 tagszervezete van szerte az országban. Mindegyik tagszervezete értelmi fogyatékos gyerekekkel és felnőttekkel foglalkozik. Az ÉTA Országos Szövetség évente 4 vagy 5 helyen vállalja azt a feladatot, hogy az értelmi fogyatékos emberek által készített munkákat kiállítja. Ennek az a célja, hogy a többségi társadalom lássa azt, hogy értelmi fogyatékkal élő emberek is tudnak értékteremtő munkát végezni. A mai kiállításnak, amellett, hogy mindenki megcsodálhatja az itt levő tárgyakat, egy másik célja is van. A mai napon a tavalyi évhez hasonlóan jótékonysági vásárt rendezünk. Egy nagyon súlyos szívbeteg
kisfiú gyógyulása érdekében. Ezen az eseményen kívül most okunk van még ünnepelni, és nagyon boldognak és büszkének lennünk, ugyanis az idei évben egy különleges lehetőséget kaptunk. Az OSAN az ifjúságért pályázat magyarországi nyertesei lettünk, illetve első helyezetteik lettünk. A Strázsatanya Szociális Szövetkezet Strázsa Parapark projektje közel 12 millió forint támogatást nyert az OSUN az ifjúságért alapítvány pályázatán. Novemberben mindezért külön díjat vehettek át Párizsban. Ennek apropóján látogatott el a rendezvényre Eric Fournier, Franciaország magyarországi nagykövete és családja, valamint Dominique Dokux, az OSUN Magyarország Kft. Vezérigazgatója és felesége. A francia nagykövet nem tért haza üres kézzel. A jótékonysági vásáron az értelmi sérült fiatalok munkáiból vásárolt dísztárgyak mellé ajándékként kapta meg a helyi nőszirmokklubtól szabadszállás mézeskolásból készített város címerét. A harckocsik harctéri megjelenésének centenáriuma tiszteletére szervezett rendezvénysorozat harmadik állomásához kapcsolódva tartottak előadást, illetve nyílt kiállítás december 16-án a József Attila Közösségi Házban a Honvéd Nyugdíjas Klub szervezésében. Mindezen találkozókat két esemény hozhatta létre. Az egyik a harckocsik harctéri megjelenések 100. évfordulója, 1916-ról beszélünk, a másik pedig a magyar páncélos fegyverem megalapulásának 80. évfordulója. Dr. Bonhart Attila ezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltár és Irattár igazgatója a Harckocsi Csapatok szerepe a II. Világháborúban címmel tartott előadást. A Harckocsizó Emlékek Szabadszálláson elnevezésű kiállítást Farkas Zoltán, nyugállományú mérnök alezredes nyitotta meg. A Nyugdíjas Klub elnöke részletesen beszélt a tárlat anyagáról. Két dologra szeretném fölhívni a figyelmet a sorozat végén. Van egy olyan, a Transit 85-ös gyakorlat, amely egyedülálló volt az akkori népcsereg életében, hiszen a nyílt terepen történő harckocsi egység kirakodását vasúti pályáról, vasúti kocsikról oldották meg. Egyszerűen vezényeltek a harckocsik meg egy jográtot, motort indítsasz, leléptek a vagonról, és gyakorlatilag utána hadrafogható állapotba kerültek, és van azután a harckocsiknek a víz alatti vízi átkerésével kapcsolatos dolgok, tehát sok minden van, de ezek talán olyan része, amely igazán egyedülálló volt. Soron következő ülését tartotta december 13-án a Szabadszállási Települési Értéktárbizottság. Bányai János elnök az idei évben elvégzett munkáról és a jövő évi tervekről tájékoztatta a tagságot. A Települési Értéktárbizottság elnöke elmondta, a megalakulás óta eltelt 6 hónap nem fokarkodott tennivalóban. A bizottság tevőlegesen hozzájárult az Országos Könyvtári Napok programjaihoz, a Petőfi Sándor általános iskolában megtartott helyismereti vetélkedő megszervezésével, közreműködött a II. Tóth Sándor emléknap programjaiban. A helyi értékek megóvásával és megismertetésével kapcsolatban elvégezte Tóth Sándor hagyatékának átvételét és leleltározását. Az értékek megóvásával kapcsolatban a hagyaték átvétel leleltározása megtörtént, azokat a helytörlet gyűjtemény mellett lévő folyosón tároljuk, és alkalmasint megtámadunk egy-egy úgymond stócot, és ezeket próbáljuk helyzetbe hozni, így mondom, hiszen nem ismerjük valamennyit. A bizottság digitalizálta Fábián Sándor a Kunság kezdete Magyarországon című kéziratát, amely a Városi Könyvtárban került kiállításra. A könyvtár állományba vette Tóth Zsigmond Szabadszállás monográfiája című 1927-es doktori értekezésének kéziratát. Felvilágosítást adott az ELTE doktori iskolájának hallgatója részére kutatási témájához a szabadszállási zsidó emlékekkel kapcsolatban. A jövő évi tervekkel kapcsolatban Bányai János beszámolt arról, hogy bizottságuk együttműködési megállapodást szándékozik kötni a József Attila Emlékhely Bizottsággal. Legfontosabb feladatként jelölte meg a településen található értékek számbavételét és publikálását. Itt gondolok a Városházára, a Református templomra, a Tájházra, a Dőmögőházra, Tóth Sándor ejtőtöbb gyűjteményre.
hogy publikáljuk ezt, akarunk csinálni, lehet, hogy volt már ilyen, hiszen beszéltünk róla egyfajta leporellót, amely szabadszállásnak bizonyos, úgymond érzékeny pontjait publikálja, és valamilyen írásos anyagot úgymond régebben is volt, odaad a látogatónak, vagy a múzeumban, vagy a könyvtárban, vagy a művelődési házban, vagy a városházán, hogyha itt jár szabadszálláson, mivel is jut emlékezetébe, hogy mit látott ott. A jövő évi feladatok kapcsán több javaslat is érkezett. Én annyit szeretnék még hozzáfűzni, tehát itt a munkatérben 2017-es év, hogy a településen található értékek számbavételes publikálása. Én úgy gondolom, hogy a városi oldalon majd lehet felszabadítani helyet, tehát egy linket, hogy települési értéktár, és oda majd, tehát a nyomtatványon benyújtanánk, hogy mit szeretnénk az értéktárba fölvenni, és akkor ott majd ezeket lehetne szerepeltetni. Farkas József az értékmentéssel kapcsolatban a Tóth Sándor hagyatékában lévő, illetve az általa készített fotóanyag archiválását és rendszerezését szorgalmazta. Sok közös munkánk is van. Van nálam elég sok anyag. Na, mert úgy osztottuk be, Sanyi bácsi fényképezett papírra, én fényképeztem diára. Rengeteg dia felvételem van, amit esetleg ki lehet egészíteni az ő dolgait is. Bányai János elnök a helytörténeti gyűjtemény zsúfoltságának csökkentése érdekében kezdeményezte, hogy a kiállított tárgyak egy része kerüljön át a jelenleg üresen álló volt gyógyszertár helyiségébe. Petőfi Sándor születésének 194. évfordulója alkalmából tartott programot december 31-én Szabadszállásváros önkormányzata és a Szabadszállási AMK. Bányai János önkormányzati képviselő, a Települési Értéktárbizottság elnöke beszédében Tóth Sándor helytörténeti kutatásainak legkiemelkedőbb eredményéről beszélt. És milyen érdekes az élet fintora, hogy a pap, aki megkeresztelnek, annak halála után kezdett el fiúcskaként írogatni, és ezek a versek rettentő frappánsan a kiskunságra vetítődtek vissza. Nem akarom bántani Kiskörösöt, Kiskörös soha nem volt a kiskunság része, és a visszautal Petőfi verseiben mindig a szép kiskunságot emlegetni. Mi lehetne ez szabadszállás? A köszöntő után helyezték el az ünnepség résztvevői a tiszteletvirágait a költő városi könyvtár előtti szobránál. A program a közösségi házban folytatódott. Hát mindenkinek nagyon-nagyon boldog új évet szeretnék kívánni a 2017-es évre. Köszönöm mindenkinek az ez évi 2016-os munkáját, hiszen mindenki sokat dolgozott ebben az évben. Igyekezett mindenki a saját munkahelyén lehető legjobban helytállni. Én hiszem és tudom, hogy mindazok, akik akármilyen feladatot is vállaltak a város életében, mindenki a lehető legjobban és a legtöbbet megpróbálja megtenni a cél érdekében. A rendezvény pezsgős kocintással zárult. Projekt délután tartottak december 1-én a szabadszállási Petőfi Sándor általános iskolában. Az intézményt a gyerekek, szülők, pedagógusok öltöztették ünnepi díszbe. Szívet melengető érzés volt együtt átélni a várakozás, készülődés örömét, mely december 16-án a hagyományos adventi délutánnal folytatódott. Bíró László, szabadszállási méhész, a magyarországi Szent Ambrus mézlovagrend pecsétőre, mézlovag, méhészeti témákat feldolgozó tárgyakat adott át határozatlan időtartamra, térítésmentesen szakszerű tárolás, bemutatás céljából a Baja és körzete méhészklubnak. Az Egyesület a népi iparművészek által készített alkotásokat a Gemenci Méhészeti Gyűjtemény és Mézmúzeumban állította ki, ahol azokat a méhész, mézkedvelő, és fogyasztó közönség megcsodálhatja. Bíró László tulajdonát képező alkotásokhoz egy-egy legenda fűződik. Ilyen egyebek mellett a szabadszállási Varga Imre asztalos és az izsáki Böcskei Imre faragó népi iparművész munkái. A
A falugondnokok számára tartott továbbképzést decemberben a Falugondnokok Dunatisza Közi Egyesülete Baláspusztán. A rendezvény keretében a Magyar Nemzeti Vidékhálózat Bács-Kiskun megyei referense a falugondnokok vidékfejlesztésben betöltött szerepéről, valamint a tanyákon élő egészséges, ivóvízzel történő ellátását szolgáló programról és az ehhez kapcsolódó pályázati lehetőségekről tartott előadást. Tóth Márta elmondta, megyénkben idén 66 tanyakútjának vízminőségi vizsgálatát végezték el. Megállapítás nyert, hogy a vízminták 67%-ában az arzén-nitrát tartalom nem megfelelő. Az arzén koncentráció a megye déli részén a legkritikusabb. A vízvizsgálatok tovább folytatódnak. A tanyafejlesztési program pályázatán újabb 30 ásott vagy furt kút vízminőségét tudják kielemezni. Jelentkezni a felhívás szerint lehet majd a megye minden településéről. A vízminősége kizárólag tisztító berendezések beépítésével javítható. A másik megoldás a központi hálózathoz való csatlakozás. Ehhez nyújt segítséget a napokban kiírt pályázat. Magánszemélyeknél az elnyerhető támogatás a beruházás értékének 50-65%-a, önkormányzatok esetében 75-95%. Halálának 5. évfordulóján hálaadó istentiszteletet és koszorúzást tartott D. Nagy Ferenc életére és munkásságára emlékezve a szabadszállási temetőben a Fülöpházi és a szabadszállási református gyülekezet, valamint a család és barátok. D. Nagy Ferenc kiemelkedő szerepet töltött be a Fülöpházi templom létrehozásában. Az építkezés majdnem 10 éves munkát jelentett, amelyben az adománygyűjtés mellett a kétkezi munka is állandó szolgálatot kívánt az akkori gyülekezeti tagoktól. Ezen időszak feladatain az elvégzésére olyan emberekre volt szükség, akik a szolgálat és a gyülekezet iránt igazán elhivatottak. D. Nagy Ferenc ilyen elkötelezett ember volt, aki kolozsvári Kis László lelkipásztor mellett alapköve lett a Fülöpházi Református templomnak. Advent harmadik hétvégén sem maradtak munkanélkül a szabadszállási gyermekek. A közösségi házban megtartott játszóházban hógömbök készültek. A foglalkozást Bognár Renáta vezette. Kilencedik alkalommal rendezte meg hagyományos mézes napját az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Észak-Bács-Kiskun megyei szervezet szabadszállási csoportja. Az idei rendezvényt, melyet december 3-án tartottak meg a József Attila közösségi házban, méz, mézes kalács, mézzel készült sütemények versenye, mézkóstoló, valamint szakmai előadás, kiállítás és termékbemutató színesítette. Úgy gondolom, hogy szabadszállásról sikerült egy olyan szép hagyományt teremteni, mivel 10 évet már nyugodtan mondhatok hagyománynak, amit akár megyei, akár országos szinten követendő példának lehet tartani. Mi próbálunk Észak-Bács-Kiskun megyei egyesületként hozzájárulni némi nemű minimális adománnyal most már több éve olyan szervezeteknek és olyan alapítványoknak próbálunk segíteni, akik esetlegesen fogadókészek erre. A rendezvény keretében adták át a szervezők a beérkezett mézeket, tartós élelmiszereket, finomságokat, ruhaneműket, Bőte Csaba, ferences rendi szerzetes által alapított Dévai Szent Ferenc Alapítvány és a Bács-Kiskun megyei Platán Integrált Szociális Intézmény Szőke Tisza otthona és Zöld Sziget lakó otthona számára. Az idei mézversenyre 8-an nevezték be portékájukat. Az akácmézek között a legjobbnak járó elismerést Sahin László termékei érdemelték ki. Sejenfűméz kategóriában Boros József lett az első. A legfinomabb, vegyes virágmézet Bogár Mihály termelte. Varga Károly hársmézzel külön díjat érdemelt ki. A mézzel készült sütemények versenyében két kategóriában lehetett nevezni. A mézes kalácsok között az első díjat Somogyi Istvánné vihette haza. A legfinomabb mézes sütemény Szűcs Katalin sütötte. Az elismeréseket Herpai Kálmánné, a Nőszirmoklub tagja, Laci János, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Észak-Bács-Kiskun megyei szervezet gazdasági vezetője és Székely József méhész adták át.
Hagyományos adventi műsorát tartott a december 17-én a Szabadszállási Nőszirmok Klub. A rendezvénynek a József Attila Közösségi Ház adott helye. Kedves szeretteink, barátaink, ismerőseink! Ma este a főtéren a nagy adventi koszorún a negyedik gyertyát gyújtjuk meg. Ez a gyertya a béke rezgéseit közvetíti az emberek számára. A várakozást, ünnepi készülődést, majd a beteljesülés a megérkezés követi. Műsorunkat Szilágyi Domonkos soraival megnyitom. Ne a hóban, csillagóban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony. Az adventi műsor első részében a Három évszak című mesejátékot láthatta a lelkes közönség. Folytatásban Kosztolányi Dezső, Forgács Erzsébet, Kerekes Károly, Gábor Éva, Kárász Izabella műveiből és klasszikus karácsonyi dalokból válogattak a Nőszirmok Klub tagjai. Az adventi műsort a közönség vastapssal jutalmazta. Karácsonyi ünnepségre invitálta december 14-én ellátottjait a Szabadszállási Alapszolgáltatási Központ. A résztvevőket Szabó Zsolt intézményvezető köszöntötte. A rendezvényt a Tóth Erzsébet óvoda növendékeinek műsora tette teljessé. Az idő mindig ugyanolyan. Akár másodpercekben, akár percekben, akár órákban vagy napokban mérjük, az idő mindig ugyanaz. Azonban amikor van időd a másik emberre, amikor van időd arra, hogy foglalkozzál a gyermekeiddel, az unokáiddal, amikor időd szánsz arra, hogy elkészíts nekik valamit, valami finomat esetleg a saját kezeiddel, az valóban minőségi idő. Amikor veszed a fáradtságot és átkopogtatsz a szomszédba, mert tudod, hogy a szomszédod beteg, akkor az valóban egy minőségi idő. Amikor megállunk, amikor van időnk egymásra nézni, amikor van időnk egymást meghallgatni, akkor az valóban minőségi idő. És valljuk meg őszintén, hogy ebből a minőségi időből, ebben a rohanó világban egyre kevesebb van. Én azt kívánom, hogy legyen olyan ez az ünnep, hogy ne lihegjen a nyakunkba, hanem valóban legyen időnk megállni, legyen időnk egymással foglalkozni, tudjunk értékes időt, minőségi időt együtt eltölteni a családtagjainkkal. Legyen időnk arra is, hogy meg tudjunk állni akár egy rövid imádságra, és valóban így legyen igazi ünnepé ez a karácsony. Az ünnepség végén a résztvevőket finom süteménnyel vendégelték meg az intézmény dolgozói, majd a helyi vállalkozók és az alapszolgáltatási központ tartós élelmiszerekből összeállított csomaggal ajándékozta meg az időseket. Az
közel 500 várták izgatottan a Mikulást december 3-án szabadszálláson. A nagyszakállú 400 gyermeket ajándékozott meg. A csomagba az önkormányzat és egy helyi vállalkozó felajánlásának köszönhetően édesség és gyümölcs került. A közösségi ház előtti téren megtartott rendezvényt az X-Bar együttes műsora színesítette. A gyermekek és az ebéd előfizetők legnagyobb örömére a Róna étterembe is ellátogatott december 5-én a Mikulás. A hagyományoknak megfelelően a nagyszakállú az étel mellé egy ajándékcsomagot hozott. Izgatottan várták az idén is a Tóth Erzsébet óvoda növendékei a Mikulást, aki december 5-én délelőtt látogatott el az intézménybe. Az óvodások dalokkal és versekkel köszöntötték a nagyszakállút. Senkinek sem okozott csalódást a Mikulás, hiszen mindenki kapott ajándékot. Második alkalommal tartotta meg Mikulás ünnepségét a szabadszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A nagyszakállú idén sem jött üres kézzel. A szervezet, a megyei és a helyi önkormányzat, illetve a helyi vállalkozók jóvoltából a rendezvényre meghívott gyermekek között mintegy 100 csomagot osztott ki. Az ünnepi foszlós karácson láthatatlanul ott a jel, hogy itt van újra a karácson. Az adventi várakozás jegyében szerveztek programokat november utolsó és december első három hétvégéjén szabadszálláson. Karácsonyban azt az üdvözítőt várjuk, és az ő eljövetelét ünnepeljük, akit sok száz évvel előbb már a proféták jövendöltek, aki szabadulást hoz a bűnfogjainak, aki értelmet ad az életünknek, aki megcsendesít, aki segít, hogy betöltse az életünket az az öröm és az a béke, amire valójában vágyakozunk. Hála Istennek, meg tudjuk élni a szeretetet a családban, meg tudjuk élni nagyobb közösségben. Kapunk és adunk szeretetet egymásnak. Mindamellett el kell mondanunk, hogy igazán ez nem az ember szeretetének az ünnepe, hanem az Isten szeretetének az ünnepe. Erről szól a karácsony és az egész Biblia, aminek a központi verse ezt az örökkévaló isteni szeretetet hirdeti. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Gyertyagyújtásokon a Petőfi Sándor általános iskola diákjai, a Tóth Erzsébet óvoda növendékei, az Ezüst Kopogók Néptánc Együttes, valamint a Katolikus Egyházközösség csoportja kápráztatta el a nagyszámú közönséget. Betlehem, Betlehem, tündökölsz most fényesen, pásztorok, pásztorok, útjukra fény
csorog, sajtos kár friss tejet, visznek Jézuskám neked. Én neked mit vigyek, mit szeretne szent szíved? Elvigyem, mond neked, képes mesés könyvemet, játékomat akarod, s kockás a kis vonatot? Tudod mit? Nem viszek, neked csak egy hűszívet. Immáron 16. alkalommal adott hangversenyt advent alkalmából a Szász Károly református kórus a szabadszállási gyülekezeti teremben. A koncerten a kórus egyebek mellett Sibelius, Purcell, Handel, Luther műveiből válogatta össze repertoáriát. Szólót énekelt Szabó Mária, Máté Dániel és Polgár László. Verset mondott Török László Dafti. Orgonán közreműködött Máté Sándor. Mézes kalácsból készített házak és templom díszíti idén is a József Attila közösségi ház galériáját. A kiállítás december 10-én nyitotta meg kapuit a nagy közönség előtt. Advent az hagyományosan a várakozásnak az ideje, amikor ráhangolódunk az ünnepre, előkészítjük a külső környezetet és a belső környezetet, a lelkünket, az ünnepre. Ennek egyik eseménye már évek óta a Mézes Kalács házak találkozója, ami ugye semmiképpen nem verseny, hanem sokkal inkább egy együttlét, ízlelés, az illatok felébresztése, ami segít bennünket a karácsony felé. A helyi katolikus egyházközösség tagjai által készített édességeket immáron második alkalommal mutatták be a közösségi házban. Korábban a gyülekezeti teremben csodálhatták meg az érdeklődők a mézes kalács figurákat.